Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön az update 17 fontosabb információi. Előre, már most elmondom az összes kötekedő arcnak, hogy ja, valószínűleg lesz olyan, amit kihagyok, úgyhogy bocsánat, elnézést kérek az összes Warframe istentől, aki már 600 ezer órája játszik a Warframe-mel, és mindent tud róla. Na most, de térjünk rá a lényegre, miért érdemes lesz platot kiadni az új mozdáskultúra, miért nem lesz érdemes platot, miért ne adjatok ki platot, nagyon fontos, új cuccok, új fegyverek, új kard, új mindenről, egy kicsit fogunk összesítve beszélgetni az új utility modról, ami az új utility modról, ami bejött, és berakhatunk egy új extra modot, fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet azt elérni, ne adjatok ki érte platot semmiképpen, én megtettem egyszer elkövet azt a hibát Lokiért, illetve, bocsánat, ki lehet adni érte platot, egy személyes döntés, azt kell, hogy mondjam, de van hozzá egy quest, amiért megkaphatsz egy cuccost, amivel fel tud oldani ezt a bizonyos utility modot, ha jó belecsaptam a lecsóba, azt a cuccost amúgy meg is tudod venni, Exilus Adapter névre hallgat, 20 platba kerül, tudom, ilyen Orokin Katalizt és Reaktor nevű plat lehúzás lesz, de remélhetőleg alert missionokban mindig felelhető lesz egy-egy, és akkor forma blueprint kinek kell. Remélhetőleg alert missionokban mindig felelhető lesz egyszer-egyszer, és akkor be tudod rakni a Warframe-jeidhez. Na de egy kicsit rátérve, menjünk szépen sorba az appearance-re. Jöttek úgy sziandanák, hát nagyon rettentő csinos. Gyakorlatilag ugye ez az egyik új, amit itt láthattok rajtam. Ez az egyik új manna, amit itt láthattok rajtam. Van a másik, ami furán néz ki, nem tudom. 90 plat, úgyhogy gondoljátok meg, hogy olcsóbb-e vagy sem, de viszont itt van ez, és ez kurva jól néz ki. Gyakorlatilag, és ez tökre tetszik nekem, nem minden Warframe-nél, de jól néz ki. Na most. Na, ez így jobban tetszett. Na! És ezeket meg lehet venni, mint újonnan kinéző dolgokat. Egy másik nagyon érdekes dolog, amit az arzenálban láthatok, ha rámentek a kardokra például, van itt egy ilyen appearance, és Visible When Holstered című történet, mondjuk amikor nem használod éppen a kardjaidat, akkor látható legyen-e, vagy ne legyen látható. Eldöntheted, hogy látszik, vagy nem látszik. Nálam nem látszik, mert sokkal jobban néz ki, nem bangol át mindenen a kard, meg a fegyver, meg minden. Ugyanúgy be tud állítani mindegyik fegyvernél azt, hogy láthatóak legyenek-e, avagy sem. Na most, a következő lényeg. Ugorjunk át egy kicsit a marketre, beszélgessünk az új Warframe-ről, nem is a marketre, nem menjünk ide. Lesz egy, ugye az Equinix, az új Warframe, az Uranuson tudjátok kifarmolni, Tyregot kell legyőzni a Titánián. Hogy kell legyőzni? Érdemes Lokit vinni, érdemes Excaliburt vinni, egy Frostot, esetleg Novát. Nova ugye Frost le tudja őket lassítani. Az egyik nagyon jó bevált technika, Loki lerak egy decoyt és Tonkorral beam adj neki, szinte azonnal halnak a környéken lévő Greenier maniákok és Greenier bombárdok, mert hogy alapvetően nem lenne annyira hú, de könnyű ez a küldetés, de egy Tonkor nagyon könnyűvé teszi azt a küldetést, főleg, hogyha jól tudsz vele célozni. A Lokiknak szóljon, hogyha decoyt leraktok és Tonkorral lőtök, akkor eltalálhatjátok a decoyt is, és akkor is elég nagyon robban, úgyhogy hát ja, nagyjából ennyi. Equinix Day Expect és Equinix Night Expect Warframe-eket össze kell szedni. Na most ez úgy néz ki, hogy minden Tile Record dob. Mindegyik változathoz meg kell szerezni a Helmetet, Chasis Systemet, plusz a Night Expect és a Day Expect blueprinteket is, és majd végül mindezeket egyesíteni a nagy aspektusba, és jó sok napot fogsz rá várni valószínűleg, hogy ez a Warframe elkészül, már csak becsületből sem rásoltatom le. Na most, új fegyverek is jöttek, még el se kezdtem, not enough components, Kraken, le kell gyártsak a Kraken a francba, el is felejtettem ezt a fegyvert. Jöttek új fegyverek, ezeket is érdemes legyártani.
Két krakotát le kell gyártani, oké. Új fegyverek, úgyhogy most jön azoknak a rövid gyors bemutatása. Miért ne? Ezekért semmiképpen se adják ki platot. Az új harpaké, kusztárja, a ACK Brunté szinten fölösleges. Van itt egy ilyen, hogy új inkubátor upgrade szegmens, kicsit képült rajta, de a új kutya armorok kurva jól néznek ki. Nagyon gizdák. Meg lehet őket nézni, van egy új kutya, úgy néz ki az új kutya, mint itt az új képen, ha látjátok, azt hiszem így néz ki, és ez a másik fajta árul, ami jött, ugye húga szép, inkubátor szegmens, hogy mindjárt átélünk, hogy mit tud, az új fegyvereket kiszedni, equipment, bocsánat, weapons, blueprints, és kiszedheted a harpakot innen, ami nagyon jó, én már megcsináltam magamnak, még nem próbáltam ki. És a duág, a grakatát is gyakorlatilag ki fogod tudni szedni innen, ami nem igaz, már jó kérdés, majd erre most ezzel nem foglalkozom. A secondary blueprintnél ki tudod szedni a cool start, az új fegyvert. Egy kicsit rátérve a fegyverekre, elég érdekes adataik vannak. Ugye ennek az újnak ez egy ilyen harpoon kilövő fegyver. Mi a harpoon magyar? A szigoly kilövő fegyver gyakorlatilag. 37-es puncture damage, ami nem rossz, de ami jó, a critical chance és critical multiplier eléggé magasak, és státuszra is lehet húzni. Az egyetlen rossz dolog benne a burst fire, de szerintem ki lehet bírni, mert egy eléggé erős fegyvert lehet szerintem ebből kimodolni. Még nem modoltam ki, nem játszottam vele, csak az adatait elnézve lehet ebből egy keményebb fegyvert is kihozni. A kusztár egy rakétalevő másodlagos kézi fegyver, 375-ös blast damage-el, az rossz dolog benne, tehát mégsem egy tankor, ezért csak a critical chance csak 5%, és a critical multiplier 2%, ami magas lenne, de hogy a critical chance csak 5%, nem tudsz semmit csinálni, és státuszra tudod esetleg húzni, egy jó ezres sebzést kell neki csinálni, és akkor Blast Damage azért sok mindent el lehet intézni. Az új kardot és fegyvert megtaláljátok a dojo-ban, nem akarom lelőni az új dojo-t, úgyhogy lássatok, meglepetés lesz, hamarosan lesz oda is videó az új dojo-ról. A dojo-ban lehet kifejleszteni a Grineer fejlesztési laborban, az inkubátor upgrade szegmentet kifejleszteni lehet a Tenno laborban a dojo-ban, nagyon jó, 30 perces stázis recovery-t ad, ami tök jó, lerásoltatni is le tudod kreditekkel, ami tök jó. Hogyha a kubrot halálán van, mert már két hete nem Warframe-eztél és simogattad be, és adtál neki DNS stabilizátor, stázisba rakja automatikusan. A tojás inkubációs ideje egy napos lett, és a stabilizátorok dupla annyi ideig lesznek jók, mint eddig voltak. Ez tök jó dolog, ezt mindenki muszáj beszerezni. Készüljetek fel Telluriummal, most mondom nektek, de nopparra, ha nincs Telluriumod, mert miközben farmolod az új Warframe-et, igen-igen pottyanhat neked egy-két tellúrium abból a küldetésből, továbbá, hogyha az új questet csinálod, igen-igen pottyanhat neked egy-két tellúrium, nem beszélve egy csomó galliumról is, úgyhogy no para, ha nincs tellúriumod, nehogy vegyél még a marketben, ne vegyél tellúriumot 10 platé, először csinálj meg az új questet, farmold ki az új Warframe-et, vagy farmolj rá többször Tyregorra, mert dobni fog tellúriumot. ACK Brunt nagyon érdekes, ez egy jó fegyver lesz szintén csak. Gyors támadási sebesség, 40-es slash damage is indításnak, szóval ki lehet húzni. Ami a legjobb, 200-os walletek és a trükk 20%-os critical chance, 200%-os multiplier. Ebből egy jó fegyvert lehet csinálni. Nekünk kell még egy nap, hogy elkészüljön az inkubátor szegmens is, és az új kard és shield is, amihez van egy új stance mod, és az új stance mod az jó lesz ebbe a kardba, a régi nem annyira, max át tudjátok formázni gyakorlatilag. Nekem nincs még meg az új stance most sajnos. A Grineer Maniac dobhatja, miközben farmolod az új Warframe-et, de hát ezek szart se dobnak őszintén szólva. Mit akarok még mondani? Az új mozgáskultúra, gyors haladás, Ctrl Space Space E, Ctrl Space Space E, az E-vel egy kicsit rádob magára, de rádob. A magas ugrás, földre nézel, Ctrl Space, és magasat fog ugrani. Kicsit macera mozgás közben megcsinálni, de magas ugrás, Ctrl, földre nézel, Ctrl Space, és
Control Space, és tudod irányítani. Falhoz tudsz ragadni, ugye egy huzamosabb ideig tudod magad nagyon könnyedén irányítani. Gondolom mindenki végig játszott a tutoriát, nem egy nagy dolog. De azt mondom, hogy a leggyorsabb haladás, Control Space, Space E. Már megcsináltam a quest küldetést, úgyhogy meg tudom nektek mutatni az új utility módot. Upgrade Loki Dragon, gyere! Így néz ki ugye az új jelecske, ezeket a modokat tudjátok belerakni, van egy új stance mod, amit eddig kaptam az egyik újat, plusz 3% bullet jump, plusz 3% aim glide and wall latch plusz 10%. Mit tesz ez? 3%-kal többet ugrik fejest, 3%-kal tovább maradsz fent a levegőben, miközben célzol, ugye, mert azt is lehet, és akkor lőni tudod az ellenfelet, és van egy 10%-os hosszabb ide, 10%-kal hosszabb ideig tudsz a falon maradva ragadni, de így is elég hosszú ideig tud ott lenni, hogy őszinte legyek, de ez egy tök jó mód. Úgyhogy ez mindenképp jó, hogy gyorsan legyen. És olyan rást raktam be, és mit nem az Isten, le kell majd formázom a kedves Lokit. Polaritást adhatok ennek a mozlotnak is, tehát actions forma, polaritás alatt adhatok akármilyen polaritást neki, hogy több felhasználható pontotok legyen, de én nem adnék neki polaritást, hogy őszinte, nem ennek a mozlotnak adnék polaritást, hogy őszinte legyek, úgyhogy harcra fel, így van értelme újra leformázni azokat a warframe-eket, amit eddig nem tettél meg elégszer, vagy nem tettél meg egyáltalán, hogy feloldhass ezt a helyet. A probléma az, hogy ha megcsinálod ezt a questet, az egészet, amiről a másik videóban, van egy másik videó a csatornámon, a háttérsztorit mondom el, és mit kell csinálni ebben a questben. Ha megcsináltuk ezt a questet, akkor csak egy ilyen cuccost kaptok ugye, és akkor külön-külön mindig volt, hogy ez amúgy meg kell csinálni, vagy alert missionök lesznek, nem tudom. Valószínűleg. A questet úgy érheted el, hogyha Mastery Rank 3 vagy a fölött állsz, ugye, akkor megjelenik neked ez a cucc, amit be kell szkennelni, és akkor elindul a quest, de mindent erről a másik videómban, úgyhogy csekkoljátok le azt is. Úgyhogy remélem minden Master Gamer, Warframe Master Gamer, aki előtt meghajlok, most már elégedett, remélem, hogy minden szavammal elégedettek, és átengednek a Warframe Heavenbe, hogy így most már, hogy talán minden rendben van, de igen, tudom, sosem elég jó. Na most, ennyi lett volna nagyjából. Amiért kiadtok platot, gondoljátok meg, szerintem ez csomó mindenki nem érdemes, de a Sziandalákért mindenképp. Na jó van, elég egomán vagyok ahhoz, hogy a Sziandalákért platot adjak ki. Az új Warframe-ről hamarosan lesz majd videó és bemutató, úgyhogy csak előbb én magam is szeretnék vele játszani, ki szeretném tapasztalni, hogyan érdemes vele játszani, hogy olyan orbitális ökörséget azért ne mondjak róla, úgyhogy előbb játszom vele egy kicsit, aztán meglátjuk, hogy fog szuperálni. Hello kiskutya, úgyhogy remélem, hogy fogok kapni egy új kutyát is, kaptam egy új tojást, úgyhogy elkezdek majd kibridelni egy új kutyát, és remélem az újat fogom kapni, hogy azt is be tudjam nektek mutatni, hogyha szükség van rá, de ez itt kérem szépen egy Lotus Bulky lesz Sunika változatban, már alig várom, úgyhogy következő videóig, sziasztok!